Köszöntjük kedves nézőinket! Mai adásunkban amellett, hogy ismertetjük a Városi Hivatal fontos közleményeit, bemutatjuk az idei Itt vagyunk otthon a pandémia idején is eredményeit. Majd az archívumunk segítségével emlékezünk március 15-ére. Kellemes tévézést kívánunk! Március 8-ával átléptünk a népszámlálás 2021. február 15-től március 31-ig tartó egyéni kitöltési időszakának második felébe. Fél időig Nyitra megye lakosságának 53%-a töltötte ki a kérdőívet, a komáromi járás részeredménye 47,21%, Ógyalláé pedig a megyei átlag feletti 54,45% volt, ami 4043 lakost jelent. Mivel jelenleg a népszámlálást mindenki maga végzi, a Városi Hivatal folyamatosan tájékoztatni fogja a lakosságot az aktuális kitöltöttségi arányokról, ezzel is ösztönözve mindenkit törvény szerinti megszámoltatási kötelességük teljesítésére. Kihirdették a Heineken-Szlovákia RT és a Nyitrai Közösségi Alapítvány Itt vagyunk otthon a pandémia idején is pályázatának eredményét. A kiírásra 14 pályázat érkezett be, és 21.390 euró 52 cent összértékben mindegyik támogatást is nyert. Két projektből mintegy 90 család idősebb tagjai kapnak maszkokat, kesztyűt, vitaminokat, fertőtlenítőt, és kb. 20 esetben alapegészségügyi ellenőrzést is végeznek. Egy harmadik pályázattal 2000 nyugdíjasnak biztosítanak két-két FFP2-es maszkot. Szintén az időseket hivatott védeni az Otthon Segítünk és a Szociális Taxival a Pandémia Ellen projekt is. Előbbi az otthoni ellátás biztonságosabb átételét célozza, utóbbi pedig a Proszocia autója esetében teszi ugyanezt, amellyel jelenleg főként a nyugdíjasokat és testi fogyatékkal élőket szállítják az oltóhelyekre. A gyerekeknek otthon is kell támogatás, valamint a Pótold be, amiről lemaradtál, mi segítünk című projektek keretében az iskolát gyakran kihagyó roma és hátrányos helyzetű gyermekeknek tartanak majd felzárkóztató foglalkozásokat. Gátat szabnak a vírus terjedésének fertőtlenítő állványokkal, máshol UV-lámpákkal és egyéb megelőző eszközökkel a szabadidőközpontban, a Kunkeli-Tegetéri alapiskolában, a Sáradi Ivókútnál és a Komáromi úti Ártézi kútnál, az Építőipari Szakközépiskolában és a két nyugdíjas klubban. A Smaragd nyugdíjas otthon a betegség kezeléséhez szükséges eszközökkel gyarapodik, önkéntes tűzoltóink pedig új felszereléseikkel hatékonyabban fertőtleníthetik majd a köztereket, középületeket. Értesítjük a lakosságot, hogy a Városi Komposzttelep március 6-ától, keddenként 9-től 5-ig, szombatonként 8-tól 4-ig tart nyitva. Értesítjük a Városi Hivatal üzemi konyhájának látogatóit, hogy március 3-ától az üzemi konyha ismét működik, az érdeklődőknek ebédet biztosít. Az aktuális étlapot a város weboldalán találják. A kormány március elejére új járványellenes intézkedéseket fogadott el. A COVID-19 feltartóztatása érdekében a következő szabályok léptek érvénybe. Március 8-ától kötelező a részecskeszűrős, tehát FFP2-es maszkok viselése a tömegközlekedési eszközökön és az üzletekben. Március 15-től pedig egyéb beltereken is. Egyetlen járásból sem lehet másik járásba átlépni természetjárás céljából. Az óvodákba és az alapiskolák alsó tagozatos osztályaiba csak azok a gyermekek mehetnek vissza, akiknek szülei kénytelenek munkába járni.
A pedagógusoknak és a diákoknak heti kétszeri öntesztelést írnak elő. A kijárási tilalom alóli kivételek, például munkába járás, bevásárlás, iskolalátogatás, stb. Hajnali 5 és este 8 óra között vannak érvényben. Este 8 órától hajnali 1 óráig szigorított éjszakai kijárási tilalom van érvényben, kivétel a munkába járás, az orvosi vagy kórházi kezelés. A pozitívan tesztelt személyek nem hagyhatják el otthonukat, üzletbe sem mehetnek. A fertőzöttekkel egyháztartásban élők állami támogatásban részesülnek a karantén kötelezettség betartásának ösztönzése céljából. Felhívjuk a lakosság figyelmét a hatályos, általános feltételekre a rendőrség járműnyilvántartási, igazolvány és fegyvertartási részlegének látogatását illetően. A lakosok belépése az alábbi feltételek mellett megengedett. Negatív PCR vagy antigén teszt eredménnyel, vagy 3 hónapnál nem régebbi a COVID-19 leküzdését igazoló irattal, vagy COVID-19 elleni védőoltás után a második adag beadását alátámasztó legalább 14 napos igazolással, vagy 65 éves kor felett, vagy 10 éves kor alatt, vagy igazolással arról, hogy az illető egészségi állapota nem teszi lehetővé a COVID-19 teszt elvégzését. Félfogadási idő. A járműnyilvántartásnál és az igazolványok, személyi, útlevél és jogosítvány kiadása esetében minden hétköznap reggel 8-tól délután 2-ig. A fegyvernyilvántartást és fegyvertartási engedélyeket illetően csütörtök kivételével minden hétköznap reggel 8-tól délután 2-ig. A Feszti Árpád alapiskola és óvoda hagyományaihoz híven szintén megemlékezett a forradalom évfordulójáról. Az ünnepségre március 17-én délelőtt került sor az iskola épületében. A műsorban elhangzott versek, dalok, szövegek próbálták közelebb hozni az ünnep hangulatát, a márciusi ifjak elszántságát, tenni akarását, a forradalom küldetését. A tanítónéni rövid bevezető szövegében ismertette a forradalom előzményeit, kirobbanásának okait és március 15-e eseményeit. A műsor során felhangzott többek között Petőfi Sándor nemzeti dala és a Jókai Mór által megfogalmazott 12 pont is, valamint ünnepi versek és dalok. A résztvevő diákok lelkesedéssel és odaadással készültek e napra. A jeles alkalomhoz méltón emlékeztek meg 1848. március 15-éről. A forradalom és a szabadságharc eseményei ezernyi szállal kötődnek a mához is, ezernyi útmutatást adnak, adhatnak a mai ember számára. Ha a rohanó világban van egy kis időnk, gondolkodjunk el a múlt március 15-e tanulságáról. Ó nagy nap, szép nap, légy örökre áldott, hozz mindig új fényt, új dalt, új virágot. Mutassatok már csontváz halmokat, vagy rejtett aranyércet, szent az időt, hogy tújt a sózsalánnak. Boldog vagyok, ha anyarágot látok, csak égetek, csak velem így csalán van, sose volt én szükség a lángotokra, szent az időt, hogy tújt a sózsalánnak. Boldog vagyok, ha Szóval Petőfi. Esküszünk!
2015. március 15-én, vasárnap délután 2:00 a fúvós zene ritmusára szinte özönlöttek az emberek a katolikus templom mögötti Jókai mellszoborhoz, hogy leróják tiszteletüket 1848. márciusi ifjainak hősiessége előtt. Dócé Bálint Jonatán szavalata után meghallgatták Ógyallaváros polgármesterasszonya, Basternák Ildikó ünnepi beszédét és Kovács Csomor Endre szavait, majd városunk elöljárói, az egyházak, az iskolák és a civil szervezetek képviselői az őszi rózsa népdalkör tolmácsolásában felcsendülő forradalmi dalok kíséretében elhelyezték koszorúikat a Jókai szobor talapzatához. Bakfark Bálint, ami fúvós zenekara kíséretében elénekelték nemzeti imánkat, majd együtt átvonultak a kultúrházba, ahol az ünnepi díszbe öltöztetett színpadon fellépett a Big Fitz, a Bellő, Fejes Vivien, a Feszti Árpád alapiskola és óvoda diákjai és pedagógusai, valamint a nagykeszi Pécsi Virág Veronika. A Csemadok vezetősége ezúton is köszönetét fejezi ki mindenkinek, aki hozzájárult e meghitt ünnepség létrehozásához. Vannak már katonáim, amint látjátok, a nagy okosságú, mindjárt megcsodálhatjátok. Most már minden legény essen térdre, tartsa fel jobb kezét, és esküdjön fejére, hogy lesz kapitányának ő segítségére, és most mondjon amment a végére. Amen! Na most már legények, utána mondjátok, itt a szóra, itt a szóra. Itt a szóra, itt a szóra. Ne füle óra! Aki mit ész fel a lóra? Aki mit ész fel a lóra?
támadott a tenger. A népek tengere. Ijesztve eget földet, szilaj hullámokat vet rémítő ereje. Látjátok ezt a táncot? Halljátok e zenét? Akik még nem tudtátok, most megtanulhatjátok, hogyan mulat a nép. Reng és üvölt a tenger. Hánykódnak a hajók, süllyednek a pokolra. Az árbóc és vitorla megtörve, tépve lóg. Tombolt ki, te özönvíz, tombolt ki magadat. Mutasd mélységes medred, és dobáld a fellegekre bőszült ajtékodat. Jegyezd vele az égre örök tanúságul. Ha bár fölül a gája, s alul a víznek árja, azért a víz az Úr. Amikor március 15-ére emlékezünk, nem csupán a múltra kell gondolnunk, hanem a jövőt is látnunk kell magunk előtt. Magunk elé kell idézni azt a számtalan, elszánt és tenni akaró arcot, akik Petőfi, Jókai vagy Vasvári Pál szavait hallgatták. 1848. március 15-e hatalmas pillanat volt. A nemzet nagy pillanata. Minden szív egyszerre dobbant, minden lélek egybefonódott egy másodpercre. A több évszázadnyi elnyomás után a nemzet megtalálta önmagát. A boldogság könnyei folytak az arcokon, miközben ökölbe szorultak az ujjak, és megkeményedtek az arcélek. Meghallgatták a 12 pontot, majd néhány lelkes szónoklatot. Aztán minden parancsszó nélkül, mintha valami felsőbb hatalom irányította volna őket, egyszerre mozdult minden láb és minden akarat, és akkor elindult a tömeg, át a hídon Táncsicsért, és aztán tovább és tovább, még ki nem söpörték az országból a fél évezrednyit meggyaláztatást. Gábor Áron sárba ragadt ágyútalpait együtt tolta egy elszökött zsendér, és felszázadt vidgorgos. Nem volt ott úr és paraszt, nemes vagy nem neves, csak az országért és nemzetért küzdő emberek álltak ott, vált-válnak vetve, szemben a rájuk fenekedő kétfejű sassal, majd miután Európa nagy uralkodó házai leverték a maguk kis rőzselángjaikat, szemben egész Európával. Most is itt állunk, Petőfire, Kossuthra, Táncsicsra és a masírozó honvédekre gondolva.
itt, Európa szívében. Bizonyítanunk kell, hogy a magyarság képes megfelelni a világ kihívásainak, és hogy újra hisz önmagában, mert mindennek ez az alapja. Amikor a szívünk felett hordott kokárdrára tekintünk, gondoljunk a költő szavaira. Sokszor nem elég tüzet gyújtani. A lángok erejét meg is kell tartani. Fogjuk fel a parázs minden melegét, s nem csak egy kis tüzét, az egész nemzetét. Nevében lefoglalták a sajtót, kinyomtatták Petőfi nemzeti dalát,
És mit kíván a magyar nemzet címmel a 12 pontot? Mit kíván a magyar nemzet? Legyen béke, szabadság és egyetértés. Kívánjuk a sajtó szabadságát, a cenzúra eltörlését. Felelős minisztériumot Budapesten. Évenkénti országgyűlés Pesten. Törvény előtti egyenlőséget, polgári és vallási tekintetben. Nemzeti ősereg. Közös teherviselés. Úrbéri viszonyok megszüntetése. Esküd cég képviselet egyenlőség alapján. Nemzeti bank. A katonaság esküdjék meg az alkotmányra, a magyar katonákat ne vigyék külföldre, a külföldieket vigyék el tőle. Összetartozunk, átörüljünk egymásnak, amit
Március 19-én a Művészeti Alapiskola tanítója, Szombat Károly ellátogatott a fesztisuliba, hogy ismét egy rendhagyó zeneórára invitálja a tanulókat. Az óra most a márciusi forradalom jegyében telt. A tanulók az Ápavilon folyosóján gyülekeztek székeikkel, ahol gitár, hegedű és furulya segítségével felelevenedtek a jól ismert, valamint néhányak számára kevésbé ismert dallamok is. A tanítóbácsi sikerrel buzdította éneklésre a közönséget. A műsor közben a diákok bemutatták a 48-49-es szabadságharc 12 pontját is, valamint elszavalták, majd el is énekelték a nemzeti dalt. Ahogyan legutóbb, ezúttal is jó hangulatban búcsúztak el, és várják a legközelebbi rendhagyó zeneórát. Kis pejlovan csárga előtt kikötve, szügyig véres mindenfelé a szőre, a csatában térdig vérben csobogott, Magyarország mégis árván maradott. Következő, Bécs várában sír a német jaj, tapsoljunk egyet, még egyszer, Bécs várában sír a német jaj. Bécs várában könnyen éri báj, bús a német, mert talajtán hetek óta áthallik a Kossuth nóta. Bécs várában sír a német jaj, Bécs várában könnyen éri báj, bús a német, mert talajtán hetek óta. Ez biztos ismerős, de a jót lovas katonának, de jól vagyon dolga. Eszik, iszik a sátorba, semmire sincs gondja. Fejjélet, öngyélet, ennél szed sem lehet, szabad ügyök. Kossuth